Én küzdelmet megint nem látok Deverikos és Pastorelli között, de ettől még kiírhatják. 5 perccel a verseny vége előtt. Deverikos egyébként 45 esztendős, és hát mint mindenki gokárttal kezdte. Olasz Forma 3, az egyik szériumben részt vett, aztán 98-ban a görög Forma 3-ban, és sőt, brit GT bajnok volt 2005-ben, aztán a GT3-ban is szerepelt 2006-ban, és 2010-ben a GT Openben 5. helyezés Deverikos eredménye, ami nem akármilyen. Bontempelli pedig élvezheti még az utolsó köröket, talán még belefér egy másfél, 2 egész pontosan, hiszen a leintés az kerek egész kört vesz alapul, úgyhogy nagyjából egy ilyen 2 köre van hátra az olasznak. Egy jó taktikai húzásnak köszönhetően nyerhet versenyt Bontempelli. Az idén először magának és a csapatnak. És hát Frezzának pedig ennél szebb visszatérésről álmodni sem lehetett, azt gondolom. Ha a GTS bajnokok összefognak, akkor abból bármi lehet. Hiszen Bontempelli is GTS bajnok volt. És ahogy mondtam, Frezza is. Frezza volt elébül 2010-ben, Bontempelli pedig 2011-ben. Közben a Lamborghini nagyon keresi az utat. Peter Cox nagy jelentősége már nincs. Legfeljebb a körét veheti vissza a holland. Nem is küzd vele Bontempelli, ő inkább beosztja az autót, és teljesen igaza van az olasznak. Bontempelli, Deverikos az első 2 helyen. Rigont ugyan kiírják 3., de hát elvileg büntetés alatt van. De hát majd látjuk a végén a hivatalos sorrendben, mert itt most aztán minden keveredett mindenkivel. Összezagy válta, nem csak a kötelező pilóta csere, illetve kerékcsere a mezőn, mert volt már olyan, hogy valaki mondjuk egy versenyt teljesített, egy maga Lázs Montermini, Filippi nélkül. De a lényeg, hogy az eső az eléggé összezagy válta itt az elejét. Pastorelli a 4. helyen kiírva. Hajt az összetett pontokért. Meg legalább az összetett 2. helyért Niki Pastorelli, vagy a 3. pozícióért, amennyiben a pilótákat külön vesszük. Aha, kint a boxban Suzuki. Vége. Na, McLaren kín, és betolják a garázsba. Másfél perc van még a leintésig. Lorenzo Bontempelli senkitől és semmitől nem zavartatva volt van az élen. A GT Open Spy első versenyén, ami az idén a sorban a 11., ugye ez a 6. verseny hétvége. És Bontempelli tulajdonképpen azzal nyeri meg a versenyt, nem győzöm hangsúlyozni, hogy időben kijött kereket cserélni, és a slicket lecserélte első gumira. Az utolsó kör, 1 percen belül van most már az idő. És Bontempellinek nincs más feladata, mint megóvni az autót ebben a hátralévő időben. Deverikos érkezik a 2. helyen. Ő szép lassan túl van ezen a sikánon. A Porsche-val, és kezdi meg az utolsó körét, mert hogy ott van a célegyenesben Dimitris Deverikos. És Bontempellihez hasonlóan ő is idejében váltott.
És akik pedig vártak, vártak, azok hát rádöbbentek arra, hogy kár volt várniuk a safety carral, vagy annak a kiállásával. Pastorelli érkezik. Ez a négyes számú Chevrolet Corvette-tel. Itt pedig az éllovas. Még nem mondom, hogy a verseny győztese, de nem sokára ki lehet majd mondani. Bontempelli, Deverikos, itt a Sulé a harmadik a GTS rangsorban. Az Aston Martinnal Beretta, Costantini a további sorrend. Suzukit még írják, jelölik, hát ugye kiállt a boxba a McLarennel. Lorenzo Bontempelli. Már csak néhány kanyar van neki hátra a Ferrarival. A Kessel Racing-es Ferrarival. És útban idei első győzelme felé az olasz. Egy nagyszerű taktikai húzással, tehát nem győzöm hangsúlyozni. És hát magabiztos versenyzéssel, és a végén megóvva az autót mindenféle zűrtől. És most már az eső sem különösebben zavarhatja Bontempellit. Ott még nem az ideális éven vette azt a kanyart. Itt pedig tényleg az utolsó kanyarok következnek Bontempellinek. Még a sikán van hátra, és fordul rá Ferrari is a célegyenesre hamarosan. Lorenzo Bontempelli megnyeri a verseny Spában, a GT Openben, az idényben a 11. futamot. Egy nagyon komoly taktikai húzással időben kapták meg az esőgumit, és ezzel tudták megnyerni a versenyt Bontempelliék. A váltótárs ugye Marco Frezza, itt pedig érkezik a második helyen a Porsche-val Dimitris Deverikos, aki tutumlut váltott a pilótaülésben, és ő is megkapta időben az esőgumikat, és ezzel be tudja hozni a Porsche-t a második helyre, és dobogóra állhat természetesen Deverikos is, és tutumlu is, úgyhogy avattunk új dobogósokat ebben az idényben. Bővül tehát a számuk. Igen, bravo! Ez a legtöbb, amit el lehet mondani Deverikos teljesítményéről, meg a csapat teljesítményéről. Nicky Pastorelli a Chevrolet Corvette-tel. Ő nem kapott büntetést, és hamarosan őt is leinthetik. Már csak a sikán van hátra. És akkor Pastorelli is behozza a Chevrolet Corvette-t ebben a pillanatban. És mindez azt jelenti, hogy egy picit közelebb tud kerülni Monterminiékhez. Ugye büntetést kapott Rigón, Davide Rigón. Itt pedig Marco Frezza, aki örül Bontempelli győzelmének. Pastorelli tehát a harmadik, Griffinék a negyedik helyen, Sulli az ötödik, Talcanica Senior a hatodik pozícióban. És az első két helyen, tehát két GTS autó, ami érdekesség, aztán Beretta, Costantini, Seedhoff, Van der Zande, Rigón a 14. helyen a kiírás szerint. De még várjuk meg azért a hivatalos eredményt. De a lényeg, hogy a győztesek Bontempelli és Frezza.